Tisztelettel köszöntök mindenkit. Ugye úgy állunk, hogy múlt hétvégén volt a választás. Hál' Isten Pécs városa kidett magára, és három elsőkörös győztes, itt áll mellettem új képviselők. Az a szerencsés helyzet adódott ezáltal, hogy nem kell további kampányokban részt vennünk, hanem rögtön a munkára tudunk koncentrálni, hogy gyors győzelmet tudtak aratni a képviselőjeink. Ennek az első állomása mai nap kezdődik. Én kértem három kedves képviselőtársat, hogy egy elsőkörös egyeztetésben indítsuk a munkát. Azt kérdeztem tőlük, hogy mik azok az ügyek, amelyekben ők az első parlamenti ülésen akár már Pécs városa érdekében tudnak segíteni, közreműködni, ügyeket elindítani. És átbeszéltük, melyek ezek az ügyek. Kérem majd ezek után, hogy pár szóval is mondják el, hogy milyen ügyekben kívánunk együttműködni. Annyit még hozzátennék zárszóként, hogy a magam részére zárszóként, hogy ez egy rendszeres konzultáció lesz, tehát minden aktuális ügyben havonta több alkalommal tartunk ilyen megbeszéléseket, és próbálunk minden tekintetben szoros együttműködést kialakítani, ahogy eddig is történt egyébként. Azt hiszem, hogy a választópolgárok nagy bizalma, ami megnyilvánult a választásokon Pécset, és aminek következtében ez a helyzet alakult ki a választók akaratából, hogy mind a három körzetben első körös bizalmat kaptunk. Ez a polgármester úrral való korábbi konzultációinkat is megerősíti, és ahogy emlékezetes talán, hogy a polgármester úrral és a képviselőtársaimmal összeállítottunk egy Pécs csomagot tavaly ősszel. Nem akarjuk annyiban hagyni az új kormányzás időszakára, is szeretnénk Pécsnek nagyon fontos ügyeket bevinni az országgyűlés elé, amiket nyilván szoros együttműködésben polgármester úrral fogunk megtárgyalni minden alkalommal. Most arról szólt az elmúlt több mint egy óra, hogy milyen prioritás, milyen sorrendben kerüljenek a Pécs számára fontos kérdések az országgyűlés elé. Abban maradtunk, hogy az egyes választókerületet érintő kérdés, talán most a legfontosabb az, hogy a kulturális főváros beruházásai ebben a városrészben történnek, hogy ezek a beruházások rendben befejeződjenek, és hogy az a nagy-nagy kérdés, ami a város költségvetése szempontjából kulcs kérdés, amit az előző kormány ugye megígért itt Pécs városában, a kulturális és oktatási miniszter személyében jelesül, hogy a konferencia és koncertközpont kiemelt nemzeti intézményi státuszt kaphat, elsőként vidéki ilyen jellegű intézmények közül. Sajnos ezt a szocialista kormány, ezt az ígéretét nem tartotta be, most már valószínűleg a következő két hétben nem is fogja. Ez a feladat tehát polgármester úr kérése alapján, mint egy első teendő rám fog várni az országgyűlésbe, és a pécsi képviselők fogjuk benyújtani ezt az igényünket a város költségvetésének őrzése, megőrzése és óvása érdekében. Azt hiszem, a kulturális főváros ügyére fűzhető még egy prioritást fogalmaztunk meg polgármester úrral, ami iránt nyilván nem az első ülésen talán, de folyamatosan már az első perctől dolgozni fogunk, hogy a 2011-es Európai Uniós Magyar Elnökség vonatkozásában a kormány nem tervezett Pécs városával, tehát Pécsnek nem szánt szerepet. Mi pedig úgy gondoljuk, és ez ügyben már tettünk lépéseket, de az új országgyűlés, ha feláll, és az új kormány pedig elkezdi működését, azt szeretnénk elérni, hogy a 2011-es EU elnökség időszakában Pécsnek kulcs szerep jusson, mint euróregiós központ. Ezt a szerepet szeretnénk a városnak megerősíteni, és nyilván kifejezetten is a horvát csatlakozás elősegítését szeretnénk szolgálni, és katalizátorként Pécs városa lehetőségeit, geopolitikai helyzetét, a kisebbségekkel való kapcsolatát szeretnénk ebbe az ügybe becsatornázni. Ezek tehát a számomra a legfontosabb és legelső feladatok, amiket elindítunk az országgyűlésben. Valóban elsőprő mértékű volt az a bizalom, amiben mind a hármunkat a pécsiek támogattak, és az egész országban a Fidesz képviselőjelöltjei támogatták. Ezt a bizalmat munkával lehet meghálálni, mi is ezt tesszük. Ezt egyeztettük most, hogy mik a legfontosabb teendők a három városrészben és Pécset. Kertvárosban az egyik legfontosabb teendő az elkerülő útnak a megépítése. Ez részben közlekedés biztonsági kérdés, részben pedig foglalkoztatási kérdés, és ez utóbbit is szeretném kiemelni, hiszen munkahelyteremtést ígértünk és szeretnénk is betartani. Azzal, ha megépül az elkerülő út, azzal gyakorlatilag az a terület, ami ott kiépülőben van, a déli ipari park, benépesülhet valóban munkahelyteremtő lehetőségekkel. És nem utolsó sorban tehermentesítődik Kertváros gerince, Kertváros szívén keresztül vezető út, a Maléterpár út, és a többi, a Nagy Imre és a többi út, ami ma nagyon forgalmas
A másik nagyon fontos ügy Kertvárosban, és ennek is az egyik alap eleme a foglalkoztatás, ez a panelprogram, amelyik egyszerre a költségek csökkentését és egyben munkahelyteremtést is szolgál. Ahogy ez elhangzott már egyébként elnök úr szájából is, nem csak folytatni kívánnánk a panelprogramot, hanem kibővíteni az alternatív energiaforrások bevonásával, egy zöldbanki támogatási rendszerrel. Ezt a két elemet szeretném leginkább előmozdítani, ezek közül is első az elkerülő út, mert az nem várathat. További feladataink is vannak, hiszen mind a három választókörletet érinti az a bizalom, ami minket elért ilyen tekintetben, és ezzel élni is szeretnénk a parlamentben, úgyhogy az elkerülő úthoz annyiban szeretnék csatlakozni, hogy szükségünk van még egy bekötésre, ami az M60-as útat ráköti a jelenleg üzemelő elkerülő útra, hiszen ez akár Ulánvárost is érintheti. Itt szükséges a nyomvonal egyeztetés, hiszen ez még a mai napig nem történt meg. Úgyhogy szeretnénk e tekintetben előrelépni. Ez a mai hétnek a feladata, ezt meg kell ezen a héten oldani, hogy a szükséges indítványokat a következő hetekben meg tudjuk tenni képviselőtársaimmal. Illetve van még egy nagyon fontos feladat, ami most előttünk áll, az pedig a pécsi tűzoltó laktanyának a helyzete. Itt szeretnénk rögtön fellépni az első adandó alkalommal, hiszen ahhoz, hogy ezt a tűzoltó laktanyát Uránvárosba át tudjuk telepíteni olyan helyszínre, amit az ott élők is el tudnak fogadni, már most meg kell tenni a szükséges lépéseket, hiszen úgy tűnik, hogy az előző kormány, illetve az előző katasztrófa védelmi vezetés nem tekintette Pécset ilyen tekintetben támogathatónak, úgyhogy reméljük, hogy e tekintetben is komolyan és határozottan előre tudunk lépni a következő hetekben.